Hello, sziasztok! A mai nappal ismét egy rendhagyó videóval készültem számotokra. Van egy kedves ismerősöm, Udvardi Mónika, akinek van egy nagyon különleges története, egy érdekes betegsége, amire úgy tűnik, hogy sikerült egy nagyon hatékony, talán sokak számára segítő gyógymódot találnia. És úgy gondoltam, hogy beszélgessünk picit Mónikával, bár nem kimondottan a témakörömbe tartozik az ő története, de az életmód kapcsán azt gondolom, hogy mégiscsak érdekes lehet számotokra is az ő története. Móni, kérlek, avass be minket, mit kell tudni erről az egész betegségről, mit kell róla tudni, pár mondatban be tudod magadat mutatni a nézőimnek. Udvardi Mónika vagyok, 2004 óta Meniere beteg. Az egész betegségem úgy kezdődött, hogy fülzúgásra ébredtem reggel. Amúgy nekem soha semmi baja nem volt a fülemnek, teljesen makkegészséges vagyok. Ez a fülzúgás azóta sem múlt el, de nem ez a pokol ebbe a betegségben, hanem maga a szédülés, ami az évek során egyre durvábbá válik, majd eléri a végstádiumot, amikor is 12 órán keresztül pörög a szoba. Ó, ez durva hangzik. Tehát Meniere betegség, és ez mennyire... Tulajdonképpen Meniere. Meniere, bocsánat. Igen. Mennyire általános ez, egy az emberek hány százaléka lehet érintett, vagy milyen gyakori? Szerintem... Az orvosi adatok szerint olyan 30%-unk Meniere beteg, de szerintem sokkal több. Tehát ugye én is blogot írtam, én is videókat csináltam a YouTube-ra, és azt kell mondjam, hogy sajnos az orvosok sem ismerik fel. Így én szerintem a lakosságnak akár a 35-40%-a is szenvedhetettől. Oké, beszélgessünk arról, hogy milyen utakat próbálták ki az elején, és végül mi volt az, ami ténylegesen segített neked? Mik voltak a vakvágányok? Minden. Tulajdonképpen minden. Hát a legelső alkalom, hogyha egy mezei fülorgégészhez elmegy az ember, akkor mindenképpen csinálnak neki egy koponyaemert, süket hallásszobában való vizsgálatot, szemészet, EKG, minden, hogy minden komolyabb betegséget kizárjunk, mert amúgy a szklerózis multiplexnek, illetve az agydaganatnak és ezekhez kapcsolódó dolgoknak is lehetnek ilyen tünetei, és hogyha minden negatív, akkor gyanakodhatunk vagy a BPPV-re, vagy a Meniere-re. Ez mind a kettő szédüléses betegség, csak míg a Meniere fülzúgással jár, a BPPV abszolút nem jár fülzúgással, azt amúgy jó indulatú szédülésnek is nevezik, és ez egy egyszerű Epley manőverrel orvosolható. És akkor ez volt végül is az a módszer, ami neked is segített, vagy... Nem, én nem BPPV-s vagyok, hanem Meniere-es, és erre nincs gyógymód. Tehát, hogy én ezt ugye le is írtam a blogomban, hogy mindenhova mentem magánorvoshoz, pedig budapesti vagyok, szóval, hogy én itt születtem, Rákospalotán itt is élek, és orvostól orvosiség, Budapest, Szeged, tehát, hogy egyfolytában járkáltam orvosokhoz, és... Ja, maga Meniere beteg? Köszönöm szépen, 10 000 forint. Viszontlátásra, gyógyíthatatlan, nem tudta? Ennyi az egész? Így van. De hát szédülék, de hát rohamaim vannak, de hát nem tudok kimenni az ajtón. És mi volt az, ami végül reménysugárral kecsegtetett, vagy megoldást hozott az életedbe? Igazából Magyarországon semmi. Tehát, hogy ennek a betegségnek megvan egy végstádiuma, amikor is ugye az elején a videóban mondtam, hogy 2 naponta 12 órás rohamok, és a végén már ilyen öngyilkosságos gondolatok. Én is, aki abszolút extrovertált személyiség vagyok, abszolút imádok élni, soha az életben eszembe nem jutott volna a depresszió, pánikbetegség, ilyesmi, de ez azt vonza magával, hogy már nem mersz kimenni az utcára, hiszen előzmény nélkül csak a fülzúgás jelzi előre, hogy mikor fogsz szédülni. Bármikor jöttél rólam. Így van. És akkor ott, abba a percben le kell feküdned oda, ahol éppen vagy, és hánysz magad alá pisilsz, minden bajod van. Szóval, hogy borzalmas. És én akkoriban már csak a munkám az nem volt, csak itthon voltam,
és az interneten találtam méghozzá Németországban. Azt hiszem, hogy Münchenben találtam egy Jürgen nevű embert, akivel elkezdtem kommunikálni, és ő küldött nekem egy német lapot, amit két Google fordító segítségével lefordítottam, és kiderült, hogy egy bizonyos Dr. Franz 1990-es évek elején elkezdett egy tenotómia műtéttel, a Menier betegség és a tenotómia műtét. Amúgy a tenotómia műtét az egy olyan műtét, amit kisgyerekeknél végeznek Magyarországon, szerte a világban, hallásjavítás céljára szolgáló dolog. Az milyen műtét? Középfül műtét, ugye a Menier, az én általam elfogadott teória szerint a belső fülnek a víz mennyiségét valami miatt a betegség nem tudja szabályozni, ezért túlteng. És a belső fülben van két tartály, meg csiga, meg mindenféle, tehát ugye nyilván nem vagyok orvos, tehát csak úgy tudom, és ugye ez a kettő folyadék összekeveredik, és akkor van a roham. Na most a tenotómia úgy hat a Menier betegségre, hogy ugyanez egy középfülműtét, de viszont a középfülben van kettő darab izom, ami nyomja befelé, tartja a belső fül falát. Na most az egyik izom kapcsolódik a belső fül ovális ablakjához, és az az egyetlen olyan rész a belső fülön, ami rugalmas. És nagy valószínűséggel a roham alatt egy Menier betegnél az a belső ovális ablak még befelé tolja azt a az izom hatására azt a folyatékot, és még jobban összekeveredik. Így van. Még jobban összekeveredik, és ezt vágják el. Mellékhatása meg abszolút nincsen, csak mondjuk a mentőautót nem bírom elviselni, egy diszkóban mondjuk, vagy egy koncerten speciális füldugót kell használnom, de mert nem tompítja a hangokat a belső fül irányába már semmi. Illetve ezt a manővert, amikor is befogom az orromat, és... Levegőt fújsz, mint a búvárok. Igen, így van, igen. Így van, ezt kell csinálni, mert hogy ezt sem tudom már csinálni, mint egy normális ember. De ez az egyetlen egy mellékhatása, és konkrétan miután megműtöttek, ez mindenkinél más felépülési idő, de körülbelül egy év kell, hogy teljesen tünetmentes legyél. Ami... nem azt jelenti, hogy fülzúgásod nem lesz, és hogy nem marad meg a süketség, sőt, hogy nem is érzed a rohamos időszakokat, érzed, megijedsz, nem mész ki, ezt egy Menier beteg pontosan tudja, hogy ilyenkor mit élünk át, viszont nincs roham, egyáltalán, semmi. Mikor csinálták nálad a műtétet? 2018. március 8-án. Tehát nagyjából 4 éve ezelőtt, és 4 éve akkor nem is nagyon vannak rohamaid ezek 3. szerint. 3, mert hogy 1 év volt a felépülés. Ja, igen, bocsánat, 3 éve. Igen. Igaz. Hú, akkor elmondhatjuk, hogy ezt a elég szörnyűséges dolgot esikölt a hátad mögött hagynod, és most szeretnél egy másoknak is segíteni, hogy ha akinek hasonló tünetei vannak, akkor főként lehet... vidéken, igen. Lehet, hogy ugye a műtét lehet. Így van. Tehát aki már diagnosztizált Menier beteg, tényleg, tehát erre egyetlen egy műtét van hivatalosan beírva, azt úgy hívják, hogy szakotómia, sőt van még egy műtét, a szakolotómia. Egy betű a különbség, a szakotómiánban azt csinálják, hogy a belső fülbe kifúrnak tulajdonképpen egy lukat és egy csövet vezetnek ki a középfül irányába. Ezzel az a probléma, hogy ez is egy tökéletesen működő műtét, igaz, hogy sokkal nagyobb volumenű, tehát azért sokkal drasztikusabb beavatkozás, mint ez a tenotómia műtét, mert tulajdonképpen itt a tenotómiánál nem, tehát nincs semmi vágásom. Abszolút a dobhártyán keresztül történt
a műtét, ráadásul ébren is voltam közben, nagyon vicces volt tényleg maga a sztori, de hogy hát ugye szakotómiánál pedig ugye a csövet raknak, hogy levezetődjön az a víz mennyiség, hát ezzel az a probléma, hogy az a cső beszokott dugulni. És ilyen, valakit ilyen fél évente műtenek, azért az meg nem annyira vicces, hogy állandóan fél év. Valakinek nem dugul be, de általánossága az a cső bedugul. A másik pedig a szakolotómia, az meg egy komplett agyműtét, borotválással. Egyetlen egy embert ismerek, aki nem bírta tovább, és megcsinálta ezt a műtétet. Azt mondta, hogy a legrosszabb rohamtól szorozzam be 10-zel, és olyan rossz a felépülés. Tehát azt én szerintem senki nem vállalja. Tolókocsiba ült ő fél évig, és... Igen. Csak érdekességképpen úgy hallottam, hogy talán Van Goghnak is ez a betegsége volt? Így van, Vincent Van Gogh. Ez is vitatott tulajdonképpen, mert ugye Van Gogh... Fú, 1800-as évek, szerintem 1800-as évek. Szóval, hogy vitatott, mert ugye akkor még nem ért ez a Menier orvos, tehát ugye a Menier egy orvosról fedezték föl, és ő diagnosztizálta először ezt a betegséget, méghozzá egy teljesen egészséges fiatalember esett össze az utcán, és elkezdett szétülni, és utána semmi tünete tovább nem provokált, felállt és ment az útjára, és ő írta le ezt először egy ilyen szakkönyvbe, hogy ez a Menier szindróma, a betegség igazából, és de Vincent Van Gogh ugye azt tudni, hogy először ugye levágta a fülét, vajon miért, a fülzúgás őrítő, utána kórházról kórházra mennek pszichiátertől, pszichiáterig lent, meg be is zárták, és utána fejbe, vagyis hogy fülbe lőtte tulajdonképpen magát 40 éves korában. Te is gondolkoztál ilyenek, hogy levágd a füledet? Abszolút, én nem levágni a fülemet akartam, mert tudtam, hogy beljebb van, szóval én nekem az öngyilkossági kísérletem az volt szőkené lévén, hogy én majd egy ilyen nagy kés bele akar ilyen lendületből, hát ha a kupanyámat és át tudom vele szúrni, nem, egyrészt nem tettem meg, másrészt nem is tudtam volna a kopanyámat átszúrni, ezt már így hallottam, hogy ez így lehetett, tehát rosszabbat csináltam volna ezzel, igen. Említetted, hogy Magyarországon nem nagyon van erre megoldás, vagy volt erre megoldás, és Németországban Jürgen segített neked, hogyha itt Magyarországon próbálkozik valaki mégis megoldást találni magának, akkor hova érdemes itthon fordulnia? Na most a Jürgen segített elsőként, utána én nagyon nagy hálával tartozom dr. Szirmai Ágnesnek, aki a Sotén professzorasszony, fülorgégés specialista, szédülés specialista, tehát mindenképpen, hogyha valaki fülzúgással, szédüléssel szenved, és nem találják az okot első körben, nagyon ajánlom, hogy dr. Szirmai Ágneshez menjen a Sotéra. Ő fog egy csomó praktikát ajánlani, amivel enyhíthető a betegség, mert elsősorban, legelőször mindig a gyógyszeres kezelést preferálják. Éppen ezért betahisztin származékokat, noctropil infúziót fognak fölírni a paciensnek, amit legalább minimum egy évig kell szedni, de emel dózisban. Ezt is nagyon sokat hallottam, hogy... Ha szedik a gyógyszert, hát nem hat. Azért, mert kétszer egyet szedsz, vagy háromszor egyet szedsz. Egy Menier betegségnek háromszor három kell, hogy hasson. Tehát napi hány darab tabletta? 9. Így van. Plusz 2 darab notrofil. Ez talán hatásos, de nem egyszerre, hanem körülbelül 3-4 hónap elteltével tud hatni ez a gyógyszer. Ha ez sem segít, illetve mindenféle alternatívát kipróbáltunk, akkor jöhet dr. Poloni Gábor, aki ugyancsak a Sotén egy sebész fülorgégész, aki meg tud szabadítani a tenotómia műtét segítségével. Hú, hát nem semmi történet, még csak, hogy egy nagyon picit a szokásos témámat is érintjük, hogy a párod hogyan viselte ezt az egész megpróbáltatást, hogy neked volt az a betegséged? Hát
hihetetlen módon mindenbe támogatott. De tényleg, tehát én nem tudom hányszor a 14 év alatt elküldtem őt, mindig, minden alkalommal. Engem úgy neveltek, hogy én igazi nő vagyok, és én nem is pisilhetek a párom előtt. Ez hogy ez? Én nő vagyok, és ezért. Ehhez képest ugye nem egyszer bele sikerült hányni az ágyba, és mindig mellettem volt, tehát tényleg nagyon kevés ilyen ember van, igen. Le a kalappal előtte, nem semmi. Úgyhogy talán egy jó tanács lehet, hogyha valakinek a párjában a betegségbe szenved, akkor a türelem, és a türelem, és még egyszer a türelem. És az általad említett műtét ezek szerint akkor. Igen, tenotómia. Mindenképpen. Sajnos az orvosok, még vidék, szóval, hogy az van, hogy most körülbelül 150 embert műtöttek meg utánam. Uh-huh. És még mindig nem sikerül statisztikát csinálni, illetve nem tudom, szerintem 10-20 év mire bekerül ez egy orvosi könyvben, hogy ezt lehessen egy orvostanhallgatónak tanítani, és ezért szeretném erre felhívni a figyelmet tulajdonképpen, hogy tényleg van megoldás, és tényleg visszakap, tehát hogy az a 150 emberből egy év után mindenki tünetmentes. Nem tudok olyan emberről, akinek rohama lett volna. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, hallottátok, akinek ilyen jellegű tünetei vannak, vagy esetleg tudja magáról, hogy mennyire betegségben szenved, hogy a tenotómia műtét lehet a megoldás. Úgyhogy köszönöm szépen Udvardi Mónika barátomnak, hogy megosztotta velünk a történetét. A jövő héten még nem tudom, miről fogunk beszélgetni, bízom benne, valami izgalmas, jópofa témát fogok nektek találni. Addig is, amennyiben ez a videó tetszett, most nektek a like gombot meg tudjátok nyomni, ezzel kifejezhetitek a szándékotokat, hogy még több hasonló videót szeretnétek tőlem látni a jövőben, esetleg ti magatok is jelentkezhetek egy történettel, hogyha szeretnétek megosztani a csatornám nézőivel. És a csatornámra természetesen fel tudtok iratkozni. Még egyszer köszönöm szépen Udvardi Mónikának, hogy a vendégem voltam a mai nappal, és sziasztok!